akciósra készül el az új csónak kikötő a Tolnai Altaripa Szabadidőparkban. Berta Zoltán, a város alpolgármestere azt mondja, a Tolnai Horgász Egyesület néhány éve kérvényezte egy móló építését a Holtágra. Ennek megvalósítása zajlik éppen. A munkálatokra azért van szükség. 2 évvel ezelőtt kérvényezte a Tolnai Horgász Egyesület, aki a felső Holtágnak a hallgazdálkodási horgászati jogával rendelkezik, hogy építhessen a Holtágra egy mólót, egy csónak kikötőt, ahol 15-20 csónakot lehet majd elhelyezni. Tervek elkészültek, engedélyek elkészültek, és gyakorlatilag ugye itt az Altaripa Szabadidő Központ, Szabadidő Park nyugati végében, ez egy rendezetlen terület volt, gyakorlatilag nem lehetett a partot megközelíteni az elburjánzott növényzet, alnövényzet miatt. Tehát mindenféleképpen kellett volna egy nyiladékot vágni ahhoz, hogy ezt a mólót meg lehessen építeni, de innen már adta magát az, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, amikor a Sterntelep-től a kajakházig végeztetett az önkormányzat egy parti tereprendezést, végezzük el itt ezen a 100 méteren, így gyakorlatilag innen a híd lábától egészen a Sterntelepig valamely az önkormányzathoz tartozó valamennyi területnek a tereprendezése megtörténik, gyakorlatilag ezzel a horgászok a teljes szakaszt majd szabadon tudják használni. A munkálatok során a partszéli elburjánzott aljnövényzetet és a sarjhajtásokat is kiirtják, ezzel teszik megközelíthetővé a mólót. Egy sólyázót is kialakítanak annak érdekében, hogy a horgászni vágyók egyszerűbben tudják lehelyezni és kivenni a csónakot. Gyakorlatilag ez a tereprendezés az arról szól, hogy az az elburjánzott aljnövényzet, fűzfa, nyárfa sarjhajtások, amik itt a partszéli övezetben volt, ezek leforgatásra kerülnek, gyakorlatilag az itt helyben lévő föld kerül el egyengetésre. Ez tavaszra gyakorlatilag be fog állni, megsüllyed, birtokba veszi egy olyan aljnövényzet, ami utána gondozható, gyakorlatilag nyírható, tehát alkalmas lesz ahhoz, hogy itt horgászállások legyenek, illetve hogy a móló megközelíthető legyen. És pluszba, ahogy látszik is, most gyakorlatilag a gép körülbelül ott dolgozik, egy ilyen egyszerű, kivitelű sólyázó is ki alakításra kerül, azaz betolatva könnyebben tudják majd a horgászok, vagy bárki más, aki túrázni szeretne, kenúzni, csónakozni a Holtágon, csónakjaikat egyszerűbben, könnyebben tudják majd lehelyezni, illetve kivenni. A munkálatok azok most befejeződnek, elkészülnek, viszont ugye ez most egy átnedvesedett talaj, tehát hát nem célszerű ebbe sétálni, mert valószínű, hogy bokáig, de inkább térdig elsüllyednénk, de várhatóan tavaszra ez már megüllepedik, és gyakorlatilag birtokba vehetik majd a horgászok. A beruházás a helyi önkormányzat finanszírozásában közel 300 000 forintból valósul meg.